Meglepetés volt, amikor először keresett meg minket Ocskay Gábor, hogy szeretnének karácsonykor meglátogatni bennünket. Akkor igazából még adományról nem volt szó, ugyan ők tudták, tehát hoztak adományt, de mi abszolút nem erre készültünk, és azt gondolom, hogy akkor indult el egésznek a lelkisége. Tehát nagyon, aztán hosszú éveken keresztül gyűjtenek nekünk már a mérkőzéseiket, támogatást kapunk, adományt kapunk, de Gáborékra nem csak az jellemző, hogy ezen az egy napon, vagy advent időszakában, hanem egész évben támogatnak minket, szeretettel fogadnak minket, kiemelt figyelemmel, maga Gábor is kiemelt figyelemmel van lakóik iránt. Nincs olyan meccs, amire a meghívást kapunk, hogy ne ő személyesen köszöntene bennünket. Elsősorban szeretnék köszönetet mondani a meghívásért, és hogy ilyen szép számmal fel tudtunk sorakozni a mai nap alkalmával. A feszített programunk által is ez a nap, ugye a tekeres pusztai nap és karácsonyi nap, nekünk pirosabbra van karikázva a naptárunkban, úgyhogy nagyon örülünk, hogy idén is részt tudtunk venni. Mindazonáltal a tavaly jelenlévők talán emlékezhetnek, hogy az akkori ajándékkal együtt meg is fogadtunk valamit. Az a valami pedig az volt, hogy az akkori hangtechnikát megpróbáljuk kicserélni és felújítani. Most ez olyannyira sikerült, hogy szeretnénk átadni egy teljesen új hangszóró készletet és két vezeték nélküli mikrofont a lakók, a pedagógusok és az itt lévők számára. Úgyhogy köszönöm szépen és békés boldog karácsony mindenkinek! Nagyon-nagyon megható és elérzékenyülésre okot adó műsor kapunk a játékba. Januárban elkezdjük összerakni az év programjait, és már akkor kérdezik, hogy idén akkor jönnek el a jégkorongosok, majd novembertől elindul a készülődés, és hogy akkor mikor, és mivel mindegyikünknek nagyon fontos, lakóknak, dolgozóknak, a jégkorongcsapatnak, így megpróbáljuk összehangolni és arra az időpontra tervezni a nagy karácsonyi ünnepségünket, amikor ők is köztünk velünk tudnak ünnepelni. Szurkolóink, a játékosaink, a vezetőink tényleg hagyományosan, nagy örömmel vesznek részt ezen a ünnepségen, és azt a sok adományt, amit tényleg több százan ruhanemükbe, gyümölcsökbe, mindenféle édességbe, minden jóba, ez az életnek csak egy apró pár perces öröm. Yeah.